Nyakó István, a Szocialista Párt sajtófőnöke tegnap sajtótájékoztatót tartott a Nemzeti Választási Iroda előtt, ugyanis épp egy éve, 2016. február 23-án volt a Kopasz botrány 1.0, amelynek a Szocialista Párt Nyakó István fogalmazásában szerint tegnap a Kopasz botrány 2.0 volt a folytatása. Lukács Zoltán országgyűlési képviselő, a vendégem, jó reggelt kívánok. Épp egy éve történt, ez micsoda véletlen, hogy pont szinte napra egy évre történik valami, ami bizonyos elemeiben párhuzamba állítható. Így van. Ugye egy éve történt ez a kopasz botrány, amikor ez megtörtént, akkor mi már egy éve küzdöttünk ebbe az ügybe, tehát másfél évig betelt, hogy egyáltalán elkezdhessünk aláírás gyűjteni. Azt, amire elkezdhettünk volna aláírás gyűjteni, visszavonták a vasárnapi boltzárat. Ebben azért eléggé hasonló ez a kérdés, csak itt az összegyűlt aláírások után vonták vissza az olimpiai pályázatot, vagy vonják most majd vissza. Vannak ebben azért még jogi érdekességek. Szóval azt gondolom, hogy letettük valaminek az alapját. Én annak örültem egyébként, hogy ezeknek a fiataloknak nem kellett az ennyit tornázni ebbe az ügybe, mint amit nekünk kellett. Bár egyébként nagyon-nagyon sok tapasztalatot, meg jogi ismeretet, meg egyebet magunkba szívtuk. Erről azért lemondtunk volna arról a másfél évről. De mégis azt hiszem, hogy az is benne volt ebbe előbb a Gergő azt mondta, hogy nem állítottak olyan akadályokat, mert azt gondolták, hogy nem lesz meg az aláírás. Szerintem ez is benne van, meg az is benne van, hogy azért felmérték, hogy nekik micsoda a politikai károkat okozott az, hogy ilyen messzire elmentek egy bizonyos ügynek a megakadályozásában, mert az egészen biztos, hogy ami ott történt, akár a kopasz ügybe, de előtte is, amikor nem adtak szót nekünk a választási bizottságban, amikor kitalálták a bélyegző automatát, meg már nem tudom, miket kitaláltak jogilag és minden módon, akkor szerintem most azt is mérlegelniük kellett, hogy most megint belemennek egy ilyen történetbe, vagy inkább megpróbálják elengedni és bízni abban, hogy nem fog összegyűlni ez az aláírás, ez szerencsére nem jött össze ez az elképzelésük, és ott volt a föld ellenes népszavazás, ahol ugyan kevesebb aláírás jött össze, de azért ott is elértük azt, hogy visszavonták a rendeletet, és ma már nincsenek földárverések. Tehát ha ezt a hármat egybe tesszük, akkor azt mondhatjuk, ahogy talán Pista is fogalmazott tegnap, hogy megvan a recept. A recept az, hogy a megfelelő súly, a megfelelő erőt kell szembeállítani a kormánnyal, és akkor lám-lám visszatudnak, vagy kénytelnek visszavonulni. Erről mindjárt azért bővebben még egy utolsó kérdést a kopasz üggyel kapcsolatban, hogy ugye az ügyesség lezárta a nyomozás, nem történt bűncselekmény. Pótmagánvádat kellett Nyakó Istvánnak beadni, és a fővárosi törvényszék pont a napokban dönt ez ügyben, tehát ez még mindig nem zárult le ez az ügy. Nem, és ez egy nagyon szomorú történet, hogy pótmagánváddal kell itt szórakozni. Teljesen egyszerű emberek, nem jogászok, bárki más, teljesen világosan látta, hogy ott mi történt. Az újságírók teljesen világosan látták, a média képviselői ott álltak 5 méterre tőle. Ez egy teljesen világos bűncselekmény. És ehhez képest pedig kitalálják, hogy ez nem, és hónapokig nem találják meg azokat az embereket, akiket fél óra alatt beazonosítottak az újságírók. Tehát amikor mi ott álltunk még az MVI előtt, már az online médiában a nevük benne volt ezeknek az embereknek, majd pedig a rendőrség hónapokig nem tudja beazonosítani őket. Tehát ez egész egyszerűen világosan látszik, hogy nem is akarták. A pótmagánvád intézménye azért jó, mert mi beazonosítottuk a média és mások segítségével, és a Pista beadta ezt név szerint, megjelölve azokat, akik ott álltak. Most már nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy nem tudjuk kinyomozni, mert akkor mi kinyomoztuk helyettük, meg a média, hát akkor most nem tudom, mit tudnak kitalálni még. Én azt remélem, hogy meg fogják kapni a büntetésüket. Nem azért, mert mi most ettől boldogabbak vagyunk, hanem azért, hogy mindenki lássa, hogy nem lehet sárba tiporni egy demokratikus intézményt minden következmény nélkül, ez a jövőre vonatkozólag lenne fontos. Visszatérve a receptre, mely szerint a szocialisták szerint a Fidesz megfutamítható, elzavarható és leváltható, ahogy fogalmazott Nyakó István is tegnap, egy éven belül háromszor sikerült, hát ahogyan önök fogalmaznak, megfutamítani a Fideszt. Hogyan tudja ezt párhuzamba állítani azzal a ténnyel, hogy a Fidesz messze, messze a legnépszerűbb párt van Magyarországon, és nagyon úgy tűnik, hogy a jelen pillanatban a választási esélyeik nagyon magasak, és még a Momentum, amely a három pillérből, amelyet önök említettek sikerként, is azt mondja, hogy 2018-ban nem megnyerhető a választás a Fidesszel szemben. Hát ha végérő kezdeném, akkor azt mondanám, hogy ne vegyük el az emberektől reményt. Aki politikus és politizálni akar,
az nem mond ilyet, hogy a következő választás nem megnyerhető, ha csak nem ez a szándék, hogy nem akarja megnyerni. Ami pedig... Ő lehet ebben őszinte és becsületes gondolkodás, realista gondolkodást is feltételezni hazugságok szerintem, helyett. Akkor azt kell mondani, hogy mi számunkra nem megnyerhető. Általában nem fogalmazhatunk úgy, hogy nem megnyerhető, értem. Mert hát ugye ez egy másik kérdés. De én azt hiszem, hogy ez a választás igenis megnyerhető. Azt hiszem, hogy igenis megfutamítható ez a Fidesz. És az a mondás, hogy a leg... hogy tetszett mondani, hogy a legnépszerűbb párt a Fidesz. Én azt tudom mondani, hogy nem a legnépszerűbb párt a Fidesz, hanem most a választáson részvételét ígérő embereknek a nagyobbik része azt mondja, hogy a Fideszre szavaz. Az viszont se kevés eredmény. Nem kevés, de egy olyan irtózatos nagy tömeg áll azon az oldalon, akik elutasítják ezt a kormányt, és ma még nem választottak pártot, hogy mindenki, aki Orbán leváltásában érdekelt, ezekre az emberekre kell, hogy koncentráljon. És ezért... hogyan fog ez működni úgy, hogy az embernek deja vu-ja van újságíróként a 4 évvel ezelőtti helyzetre, amiben vaskos, súlyos közhelyként minden nap elmondtuk, hogy a baloldal megint nem tud összefogni. Igen, 2 perccel ezelőtt ugyanezzel fejezte be Karácsony Gergővel, felvásárolja az MSZP a PM-et, mi lesz Gyurcsány Ferenccel? Az MSZP jelen pillanatban nem a felvásárlós oldalon áll. Én legalábbis, hogy a párt anyagi helyzetét ismerem, nagyon nehezen esik a vásárlás, inkább eladunk most dolgokat, de hát komolyra fordítva a szót, én azt mondom, hogy azért örülök annak, amit a Botka Laci mondott, nagyon sokan, nagyon keveset hallottak meg ebből, például ez a Gyurcsány Ferenccel mi legyen, szerintem pedig inkább arról beszélt a Laci, és az 4 évvel ezelőttihez képest mégiscsak nagy különbség, amikor azt mondja, hogy lépjünk már túl legalább annyira a párt logikán, mint amennyire azaz több mint 1 millió ember túllépne a párt logikán, aki most ott van, és egyébként nem nagyon tud pártot választani. Ezért amikor a Laci erről beszél, akkor nagyon okosan nem a párt vezetőkhöz beszél, nem a többi párt vezetőinek a vágyait nézi, hanem azt mondja, hogy ezen lépjünk túl, és nézzük már meg, hogy a pártjaitok szavazói mit akarnak, mert elsősorban minden ellenzéki párt szavazója, attól ideges, hogy le lehet-e váltani Orbánt, vagy nem. És nem attól, hogy az ő egyik vezetője hányadik a listán. Ettől én értem, amit mond, és nagy jelentőségű természetesen, és ez a lényeg. Ugyanakkor a kommunikációs térben az, hogy másképp csapódnak le a dolgok, az mégiscsak fontos dolog. Mert nem csak az a lényeg, hogy mit mond az ember, hanem hogy mit hallanak meg belőle. És a konkrétumok pedig mégiscsak az ördög a részletekben rejlik. Lesz előválasztás, vagy nem? Lesz egy Gyurcsány Ferenc, vagy nem? Tehát ezek végül is nem álkérdések. Nem álkérdések, és nagyon közel vagyunk ahhoz a beszédhez, ahhoz a kijelentéshez, vagy hogy mondjam, ahhoz az antréhoz, ami a Botka Lászlót jelenti. Mert nem telt el egy hét tulajdonképpen. Most lesz országjárás, most vannak tárgyalások, vannak beszélgetések, magában a szocialista pártban is, megyei elnökökkel, másokkal, lesznek interjúk, lesz média, lesznek természetesen kibontva azok a mondatok, amiket a Laci mondott, és azt gondolom, hogy ez szépen ki fog alakulni, nem vagyunk ezzel elkésve, de olyan sok időnk sincs, szerintem jó pillanatban történik ez, ami történik. Nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy azt meghallják tőlünk az emberek, hogy nem a párt logika, hanem a szavazók, a választók logikájára figyelünk oda. Mi elsősorban, a különbség, hogy akkor ezt tisztázzuk? Az, hogy kicsinyes egyes pártokban meglévő politikusok érdekei, azok persze fontosak lehetnek azoknak a politikusoknak. Én mindig azt mondom, és ez az újdonság ebbe, hogy nem a párt politikusok saját önálló listás álmai a fontosak, hanem a választók álmai a fontosak. A Laci ezért nagyon okosan nyúl túl ezen az ügyön, és nyúl közvetlenül hozzá a szavazókhoz, és azt mondani, hogy lehet, hogy nektek van pártpreferenciátok, de egyetértünk-e abban, hogy ezeket el kell zavarni? Na, ha egyetértünk ebben, akkor nem ragadhatunk le annál, hogy Kovács János 6. akar-e lenni a listán, mert a se engem, se titeket nem érdekel, hanem abban álljunk össze választók, abban álljatok mögém, hogy én győzni akarok, és aki győzni akar, az jöjjön. Ezzel nem kerülte meg a problémát, amit a választási törvény ugye az egyfordulóval önök elé állít. Tehát abban megkerülhető a probléma, igen? Hogy a választási törvénnyel együtt is, ha az a most még egyébként passzív, szavazásügyileg passzív tömeg
meg olyan hívó szavakat tudunk, hogy az megmozduljon, akkor nagyjából mindegy az első fordulós választási vagy választási rendszer is, mert az első fordulós választási rendszerben azaz egyetlen egy fegyvere van a Fidesznek, hogy ő biztosan elviszi a szavazóit választani. Nekünk meg kevesebb szavazónk megy el választani. Ha azok megértik, akik eddig nem választottak, hogy föl kell állni és elmenni választani, akkor hiába van egy fordulós választás, mert a választási törvényben egy dolgot nem tudtak beírni. Aki több szavazatot kap, az nyer. Ebből adódóan meg kell mozdítani azt az egymilliós tömeget, és ha annak a jelentős része, nem a teljes egésze, ha jelentős része megmozdul, akkor le lehet váltani a Fideszt. Ezt kell megértetni az emberekkel, és ezért nem szabad belemenni abba a zsákutcába, ami 4 évvel ezelőtt, hogy összeveszünk a listán, közös, nem, ilyen indulás, olyan indulás. Nyilván a háttérben nem vagyok naív, ezeket a dolgokat el kell rendezni. Muszáj lejátszani, ezeket a meccseket kell játszani. A tényeknek pedig a realitásokkal nem kell egyrészt szembe menni egyetlen politikusnak se. Mindegyik politikusnak saját magának is meg kell néznie, hogy miben segít, miben árt, és meg kell hozni a személyére vonatkozó döntéseket. Annak az embernek, aki pedig ma hitem szerint Botka László, aki miniszterelnök jelölt lesz, annak pedig a választókkal kell beszélni, és az embereket kell arra, el kell érni az embereknél, azoknak, akik eddig nem mozdultak meg, hogy megmozduljanak, és megértsék, hogy az ő megmozdulásuk az Orbán Viktor elmozdítása. Ez a legfontosabb. Nagy stratégia egy szálláról. Most egy kicsit többet értünk, Lukács, köszönöm szépen, hogy... Köszönöm szépen.